Két civil szervezet is népszavazási kezdeményezést nyújtott be, és mindkettőhöz csatlakozott az MSZP is. Mégpedig azért, mert korábban már nekik is volt ezekre a témákra vonatkozó indítványuk. Az egyik az úgynevezett bérplafonról szól, vagyis, hogy az állami funkciókat betöltők fizetése egy bizonyos összeg fölé ne mehessen. Azért csatlakozott ehhez a bérplafon ügyhöz az MSZP, mert 2009-ben hoztak egy döntést, amely szerint szabályozták az állami vállalatok és intézmények vezetőinek a bérét és annak prémiumát. Ezzel szemben a jelenlegi vezetés, az Orbán kormány, mondhatnám úgy, hogy 2005-re teljesen eltörölte ezt a bérplafont, ezért tulajdonképpen korlátlan a jelenlegi vezetőknek a fizetése, és bizony nem egyszer olyan emberek töltik be ezt a funkciót, akik sem ránézésre, sem a munkájukat tekintve nem érdemelnek korlátlan fizetést. Fehér István példaként említette a Magyar Posta vezérigazgatóját, aki 37-szeresét keresi, mint a postai dolgozók, és még ehhez jön a prémium. Másik példaként pedig a MÁV-ot említette, ahol a főiskolai végzettségű alkalmazottaknak megközelítőleg 300 ezer forint a jövedelme, a vezetőknek pedig 2,5 és 3 millió forint közötti. A másik népszavazási kezdeményezés arra vonatkozik, hogy december 24-e legyen a szabadnap. Fehér István elmondta, amikor a nagypéntekre vonatkozóan erről döntött a parlament, akkor az MSZP frakciója beadott egy módosítást, hogy december 24-e is legyen szabadnap. De a helyi elnök beszélt helyi ügyekről is, például a Budai út és az Örkényi út állapotáról. Mindkettőnél személyes tapasztalatom is voltak, hiszen a Budai útról azt hiszem nem kell sokat beszélni, a fotózgatással nem tudjuk elérni. Ráadásul az történik, hogy az ide szánt összeget azt állandóan átcsoportosítják. Most is azt hallottuk, hogy valamilyen oknál fogva valahol máshol átcsoportosították, hogy milyen szám helyre, azt nem tudom. Hát az Örkényi út az pedig különösen alkonyatkor és reggeli órában, amikor ugye az emberek legtöbb dolgozni jár, mert most már tulajdonképpen a sötétben is, szinte életveszélyes, hát egyrészt az autóval járóknak, de hát azoknak is, akik egyéb eszközökkel közlekednek. De arról is beszélt az elnök, hogy szeretnék, ha újra lehetne panelprogram. Erről ugyanis az elmúlt években nem lehet hallani. Arról annál inkább, hogy esetleg három szinten megkurtítanák a 10 emeleteseket.